21 évvel ezelőtt önök kezdték el szervezni ezt a pápai expót. Milyen megfontolásból indították el annak idején ezt a kiállítást? Valóban a kamara, Veszprém megyei Agrárkamara szervezésében került először ez ilyen formában kivitelezésre, és hát sokáig a Veszprém megyei Agrárkamara is szervezte az expót, de hát ez elkezdett nőni, hisz most már látjuk, egy komoly regionális jelentősége bíró eseményé vált. Igyekeztünk egyébként egy erős szakmai hátteret is biztosítani ennek a rendezvénynek. Nyilván nagyon fontosak a kísérő rendezvények, de fontos, hogy valóban az ágazat szakmai kérdései kerüljenek megvitatásra. Ezért konferenciát szerveztünk az elmúlt években, szántóföldi bemutatót, és hát nyilván azokat a pontos programokat, amik azért a gerincét adták ennek a rendezvénynek, ami a profilját biztosítja, hisz aki 21 éve ide jár, annak van egy elképzelés arra, hogy néz ki a Pápai Agrár Expo, azokra vigyázunk, azokat próbáljuk megóvni, de mindig kell valami színes, valami újdonság, ami azt ide vonzza az embereket. Azt látjuk, hogy folyamatosan növekszik a látogatói szám és a kiállítói szám is. Idén 10%-kal több kiállítónk van, mint amennyien tavaly eljöttek hozzánk. Bízom benne, hogyha az idő is arra alkalmas lesz, hisz most ilyen vársári időt élünk, hogyha körülnézünk, süt a nap. A látogatók idén is megtisztelnek bennünket, hisz az ő érdeklődésük adja az értelmét ennek az egésznek. Mi a szakmai üzenete ennek a három napnak? Azt gondolom, fontos beszélni az agrárgazdaságot érintő kérdésekről. Fontos, hogy ne csak a termelői szektor szűklátókörű vizsgálatával töltsük az időnket, hiszen a termelői szektor akkor tud sikeres lenni Magyarországon, hogyha a feldolgozóipar képes húzni őt. És pillanatnyilag az ágazat szempontjából a termelő ágazat az talán kicsit stabilabb lábakon áll, viszont az élelmiszeripar a szűk keresztmetszet, a gyenge láncszem, amiben talán szerepet játszik, hogy az elmúlt néhány évtizedben azért a beruházások, a támogatások nem érkeztek meg, illetve nem valósultak meg ebben az ágazatban. Nem véletlenül választottuk mi sem témaként a délutáni konferencián az élelmiszergazdaságnak a témáját. Ugye Pápennek komoly múltja van, és most, hogy a pápahús talán egy megnyugtató tulajdonosváltáson van túl, a jövőben is bízhatunk. Fontos, hogy ezt taglaljuk, fontos, hogy itt tisztában legyünk a saját helyzetünkkel, lehetőségeinkkel. Itt a meghívottak köre azt gondolom, hogy biztos szakmai stabil pontot fog ehhez majd adni. Ugyanakkor nyilvánvalóan a termelők, illetve az inputanyagkereskedők, a gépkereskedők számára is egy fontos találkozási pont. Kapcsolatok épülnek, erősödnek ezáltal. Ez egy regionális, de talán országos szinten is bejáratott rendezvényé vált, helye van a rendezvény térképen, és mi ezt szeretnénk szakmai színvonalon kiszolgálni, hisz nekünk ez felelősség is az elmúlt 20 év.